mindenkedves szülők, nagyszülők, hozzátartozók és titeket kedves iskolások, óvodások. A 2015-16-os tanév sok tanulással, feladattal, izgalommal, játékkal, versenyekkel fűszerezett év volt. Az osztály létszámunk bővült 2 gyermekkel. Az előkészítős Bölgosz Krisztiánnal és az első osztályos Popovics Emanuellával. Nekik a magyar nyelv nehézségeivel és új közösségbe való beilleszkedéssel is egyidejűleg meg kellett küzdeniük. Az osztályközösségünkben rövid időn belül családias összefogás alakult ki. Ahogy telt az idő, ez a kis lelkes csapat lázasan készült. Az ünnepekre, versenyekre, ami szinte minden hónapban kijutott. Megemlékeztünk minden jeles napról, az aradi vértanúkról, koszorúztunk Aradon, a márciusi ifjakról, szüreti bára és előadással készültünk. Mikulást vártunk, farsangoltunk, nőnappal egybekötött anyák napját tartottunk. Hisz tudjuk, hogy az iskolából hazatérő gyermekeknek milyen fontos a szülő, nagyszülő, a meleg ebéd és sorolhatnám. Ezúttal minden szülőnek, nagyszülőnek szeretnék köszönetet mondani, hogy minden reggel ügyesen, felkészülve, tisztán, rendezetten küldték gyermeküket az iskolába, és ha valami feladattal elmaradtak, azt igyekeztek mi hamarabb lepótolni. Ebben a tanévben sok hátráló betegség vonult az osztályban, több kéztörés, imlő, sok járvány, de igyekeztünk a tanulmánnyal haladni és nem lemaradni. A gyermekeknek és nekem is nagy feladat volt megélni a szimultán oktatás hátrányait. Egy osztályra kimért kevés időt, 50 perc, 5 felé oszlott. Mindemellett én ezt az évet sikerrel könyvelem el. Versenyekre neveztünk be, amikre külön kellett készülnünk. Sokszor nem is kis feladatokkal. Részt vettünk az őszi rózsás népdal vetékedő megyei és országos szakaszán. Az Rínyi Iroda matematika versenyen, a Kurottyon, ami egy általános műveltségű vetélkedő, matek, magyar, környezet, torna, angol tantárból volt megrendezve. A fiúk labdarúgó versenyen voltak. A Simony Imre szavaló versenyen többen is részt vettek, Bíró Krisztián, Dávid Szintia, Szabó Hunor és Puskás Balázs. Szabó Hunor az első díjat hozta haza iskolánkat. Részt vettünk a Simonyi Falvi sportnapon, ahol jó eredményeket értünk el. Szeretnék köszönetet mondani kis zenészeinknek, Szabó Hunornak és Puskás Balázsnak, hogy hangszerükkel emelték ünnepeink hangulatát. Szeretnék köszönetet mondani tanárainknak, angol tanárnőnek, torna tanárnőnek, tiszteletes úrnak, tiszteletes asszonynak, hogy munkájukkal segítették a tanévet. Szeretném kiosztani a megérdemelt utalmakat. Előkészítő osztály, Bölgosz Krisztián. Krisztián, gyere! Ügyes voltál. Első osztály kursainkat szeretném megjutalmazni, Orbély Alexandrát, szülő tanulással és tűnő magam is elettek. Bíró Krisztián, neked is gratulálok, és Nikolámra is ilyen ügyes. Eddig voltál. Florina, aki nem jelent meg, majd átadjuk, és Manuela, aki ismét nem jelent meg. Következik a második osztály, Slavik Szintia, nagyon ügyes volt egész év alatt. Legyen egy nagy pontosan a te. Gratulálok, és nagyon ügyes volt. Josipnak megint át fogjuk adni, megérdemelt diplomáját. Következik a harmadik osztályosok jutalomkönyve. Balázs Eveli, tanulmányi eredménnyel és ügyes maga viselettel. És ugyanolyan szeretettel és Szabó Hunor, aki meg szeretné dicsérni a
versenyeken elért eredményeiért is. Egyedikesek, közt is kiemelni Puskás Balást, aki nagyon ügyes tanulmányi eredményeket hozott ebbe az évbe, és nagyon sok vizsgán részt vett, és ezt a könyvet pedig, ezt a nagyobbik könyvet pedig a zenei fellépéseidért. Aztán a szárkát, őnek is gratulálni ehhez az évhez, ügyesen dolgozott. Napközivel egy ilyen ballagot és kalapot ajándékozni, vagy emlékeztetek a napköziben is eltöltött vidám percekről. És olyan jól viselkedtetek, Szentferenc alapítvány egy ilyen szép, színes kis kifestőt ajándékoz minden gyermeknek. És mondhatjátok, van olyan, hogy babás. Van olyan, hogy babás, hát a... Úgy szukaszkodni, hogy megfelelő képen, jó. Lányosokat lányoknak. Balázsnak autósat vagy indiánosat szeretne? Versenyautósat vagy? Te lehet választani. Vagy elefántos. Minden gyermek kapott? Van, te nem kaptál, igaz? Megvetés? Nem baj, az autósat is kapnak. Autósat, jó? Vasárnap elvallatszakok. Feladataitokat ebben az iskolában ezzel a pillanattal befejeztétek. Beadtátok a könyveiteket, a katalógus bezáró. Négy év munkája fejére. Nagyok lettetek, kinőttetek a padokat, a csúszdát, elbúcsúztatok, és egy másik iskola vár benneteket. Óvanéni kedves türelmes nevelése felkészített benneteket az iskolára. Féltő szeme óvott még titeket az iskolában is. Melinda tanítónéni két évet fogta kezeiteket, türelemmel tanított titeket az írásra, számolásra. Két éve én taníthattalak benneteket. Kedves búcsúzó negyedikesek! Most búcsúzom tőletek. Két dologra intelek, így a búcsúzáskor. Ne féljetek a kudarctól. Szívesen mondanám nektek, hogy most utoljára kell feszengve állnotok, nem lesz több megpróbáltatás. De sajnos ez nem így van. De tudom és hiszem, hogy minden nehézségben próbán megálljátok a helyeteket. A második tanács pedig, hogy tartsatok ki az álmaitok mellett. Ha valahol az úton elakadtok, merjetek segítséget kérni szüleitektől, nagyszüleitektől, tanítótoktól, hogy egy lépéssel, egy tanáccsal, egy jó szóval, egy öleléssel közelebb vigyenek benneteket az álmaitokhoz. Most szeretnék szólni az előkészítő első, második, harmadik osztályosokhoz. Ti itt maradtok, és tovább képviselitek a Madáci Iskola magyar tagozatát. Jövő tanévben kívánok nektek jó tanulást, örömet, sikert és sok szép percet. Én hiszem, hogy megálljátok majd a helyeteket, és sikeres évet
majd magatok után. Én szeretnék most mindnyájatoktól búcsút venni, tartalmas örökben, felejthetetlen élményekben gazdag év volt, amiben sok szeretetet, sok kedves pillanatot, sok pici levelet, rajzot tudhatok a magamévá. Köszönöm ezt nektek! Én kívánom nektek, hogy a jó Isten kísérje léteiteket, segítsen, hogy álmaitok útján haladva örömet leeljetek a tanulásban és a sikerben. Egy izézettel lezárom a hozzátok fűződő szavaimat. Azért vagy itt, hogy mindent lásd, hogy értsd a szót, olvasd az írást. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.